Üdvözlök mindenkit itt a Big Game! Én Tamás vagyok, és itt vagyunk a GTA 4-ben. Na, srácok, hát GTA 4 online 2024-be. Lássuk. Wow! Elméletileg töltünk is a szerverre. Ott jobban sarokban látjátok. Hát bizony, 2024-be. És itt vagyunk. De rég volt, egy jó ég. Hát képzeljétek el, hogy 2024-ben még mindig van rá mód, hogy játszunk a GTA 4 online-nal. Ugyebár hát egy jó ideje a Rockstar már lekapcsolta hivatalos szerveket, és nem lehet elérni. Viszont hát ugyanúgy, mint San Andreasnál, vagy Vice Citynél, hát modderek. Csináltak egy kliens lényegébe, az a neve, azt hiszem, hogy Grand Theft Auto Connect, és onnan fel tudunk csatlakozni, akár tört verziójú GTA 4-jel is, nagyon fontos, úgyhogy... És hát itt vagyunk, ezzel viszevel. Hát nem tudom, hogy ki játszott a GTA 4-jel, én régen rengeteget játszottam konzolon, aztán PC-n is toltam, multival is toltam, voltak ilyen nagyon jó missionök, meg nem tudom. Kamondoljuk, hogy nézzünk körül, hogy ez így 2024-ben így mennyire használható még. Először is ugye tudunk Z betűvel írni, hello all. Nézzük, hogy a playerek ugye visszajönnek, erre vannak most a szerveren, nyilván nem egyedül vagyok. Hopp, ott van, hi bro, visszasírt a kurva jó gyerekek. Lehet, hogy ilyen fegyvereket egyből fel tudunk venni. Jelentes kicsit fura, hogy forgatom az egeret, ilyen nagyon ilyen, lehet csak szokatlan. Na mindegy, figyeljetek, itt van egy player. Nem tudom, mit lehet csinálni, ez ilyen free roam szerver. I am new here. Beírta a nyújj még, nem tudom, hogy hogy csináljon animációkat. És felszáll a pali helikopter, de figyelj. És megy. Na féltek, menjünk, szerezzünk szerintem egy verdát. Valahogy vannak NPC-k, beszarsz. Azt hiszem, hogy nem lesznek, de vannak NPC-k is. Meg tudjuk őket ölni? De rég GTA 4-eztem. A grafika az mai szem, és meglepően szerintem rohadt jó. Egyébként most pont estem, úgyhogy... nem a legjobb, hát ha majd kivilágosodik, de... Ahogy nézze, nem nagyon tudunk így, de tudunk, jó. Tudunk NPC-k egyébként, mert elég fura. Hopp, ha most, odafigyelj. Hoppá! Odafigyelj, csi, Miskolc aluljáró! Oké, van ilyen hírdoboz. Először ez volt a legelső GTA, olyan nagyon ilyen életű volt a mozgás, meg a kocsi. Na jó, szerezzünk a kocsi törések, ha jól emlékszem. Micsoda? Ránk jönnek a zsaruk, mert megöltük NPC-ket, odafigyelj. Oda ez is jön a mentős is. Hát ez nagyon kemény. Oké, akkor én most el kéne húzni. Napot kívánok. Aha. Tipi. What the? A kocsi irányítás, de jó srácok. De hiányzott ez. Emlékszem, amikor annól kijött a GTA 5, ezt hiányolták az emberek. Bum! Ja, azt hiszem leráztam a zsarukat. Menjünk akkor. Hát figyeljetek amúgy, hát hogy itt a térkép. Ezzel sok minden nem látunk, ugye? De viszont a minimappon látjuk, hogy amúgy elég sok minden ott mutatja, hogy mi már vannak a fegyverek, meg ilyenek. Hát nem tudom, hogy most itt mit lehet igazából csinálni. Úgyhogy, hát nézzünk szét. Meg közben szerezte egy másik autót. Hát, esküszöm amúgy. Na, erre csináljunk valaki roleplay-szerűt, bro. GTA 4-re. Szerintem nagyon epik lenne amúgy. Nem tudom, jó a hangulata, esküszöm. Na jó, féltek, hát nem tudom, hogy mit tudnánk itt csinálni. Nem tudom, hogy a playerek azok miket csinálnak. Ugye régen lehetett ilyen lobbikat csinálni. Hát csak úgy, mint GTA 5-be, ugye. Csak ilyen küldetéseket csinálni. Nem tudom, hogy ezt így lehet-e valahogy. Mindjárt csinálta, hogy valaki Brazíliából van, meg ilyenek VTF. A telefont a felfennyillel meg tudjuk nyitni. Itt van a menüben, itt vannak ugyanúgy ez ilyen dolgok. Végül egy gombos telefon. Itt van ilyen, hogy multiplayer. Aha, és akkor games. Igen, és akkor itt lehet becsinálni ilyen küldetésekbe. Ah, és akkor itt van Deathmatch, Mafia Work, Carjack City. Itt vannak a különböző ilyen játékmódok. Itt a chaten az egyik csáv mondogatta, hogy a Mafia Work. Nézzük azt. Aha, odafigyelj, bedobott minket egy lobbyba. Ha jól láttam. Lerakott minket, van nem egy ilyen kis MP5. Nem tudom, hogy most itt mit kell. Luigi, you Brazilian? Felhívott valaki. Mi a? Milyen internet ott megy a pali. Take down the propaganda. Valakit meg kell tölni. Gyorsan, go, go, go. Már hát valakit csinálják, nem már. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Odafigyelj. Ezeket kell megölni. De nem ezeket. Ezeket.
Lehet, hogy más playerek is ellenem vannak itt? Az lehet amúgy. Úristen, ne várjátok, itt van valami. Aha, na ez kell ide nekünk. Na ezzel majd. Ah, tehát a maffia főnöktől kapjuk a küldiket. Itt a másik player. Ah, most itt meg kell, minél a polácsik iket kell megölni. Csak gondolom, aki előbb megöli, az nyer, vagy nem tudom, let's go. Ah, ott van, jó, hát figyeltek, nemes egyszerűséggel szerintem ezt így megoldjuk. És, hát, boom. Nem mondod, jó, szóval egy meg, már mehetünk a kövire. Oké, azt hiszem ez is megvan. Ah, jön a pali. Jön a pali, de szerintem én megölöm. Jó, sikerült. Engem jön pali! Hello, hello! Na jó, akkor. Gyere csak. Ja, meghalt. Ja, megöltem. És itt a pénze. És kövi küldi. Jó, helyezzük a kocsiját, go. Put the rigged vehicle in position. Aha, valami kocsit kell most elhelyezzünk. Valami buherált kocsit. Mert valami robbanó izé van benne. De közben ugye a pali. Aha, tehát a palitól közben ugye... Aha, nézd! Megöltem. Szevasz öcsém, mi van? Visszük a kocsit hova is? Aha, oda. Aha, csak most ugye fog jönni utánunk, gondolom, és lőni. Kilépett. Miért jönnek utánam a csövesek? Ez mi? The fuck? Na hát jött egy másik szarról a srácok, ott már kevesen voltak. Hopp, itt már egyben megy a dara. Odafigyelj! Mi van öcsém? Valaki lő, valaki lő! Mi ez a szukrás? Odafigyelj! Ugye egy kubetüvet, itt lehet a falnak. Na, ilyenek voltak, ugye? Itt kezdődtek ezek. Hopp, odafigyelj! Ott! Úgy látom, hogy itt csak gyilkolják egymást az playerek. Ez a lövés mondjuk. Mondjuk az G2-ben lehet, hogy jobb. Nagyon csöves itt a lövöldözés. Ott a player, ott a player. Egy nagy karikába, hogy áh! Mi a? Bravulta! Hello! Az igen! Honnan van ilyen fegyverű? Hopp, Molotov koktél. Na most gyertek, hol vagytok? Hopp, fie, fie, itt a pali. Fie, 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 fie. Az a gyárdat, öcsi! Hát is jó. Már azért megért. Hopp, 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 hopp. Jaj. Ne menekülj! Ne menekülj, pali! Hopp! Na jó van, ezt megértem ezt a csatát, én úgy érzem. Szeresszel egy ilyen motort. Ezzel megkeresik a... Megkeresik a haverokat. De milyen... A motorok is irányítosan... Tök életű, amúgy esküszöm. És... Boom! Jön a pali. Az anyádat, na mi van öcsém? Na gyere! Mit googolgat, bro? Wait, what? Beírta, hey yo, itt a pali, na most emeljük meg. Gyere öcsém! Van is egy haverunk, let's go! Legjobb haverunkat megtaláltuk a szerveren. Hopp, itt van egy gyerek, itt van egy másik mataros gyerek is. Kapjuk, elkapjuk, bácsz meg! Haverunk itt, gyere, nyomjad! Nyomjad, öcsém! Lőjed, lőjed! Mi a fasz? Hadd esküszöm, szórakoztató. Felrobbant a pali! Hoppá! Oda figyel, maffia! Ne, haverunk! Ne! Meghaltam én is. Itt haverunk újra. Hogy kell felszállni? Nyomjuk, haver! Jó, most a haver vezet, let's go! Nyomjuk neki, figyelj, ez már jó, ez nem ma köztem. Mi? What the fuck? Ez most mi volt? Igen, öten vagyunk most ezen szarra. Hát most nem csak... Az anyját! Gratulálok! Ennyit rólad! Na jó, srácok, hát igazából ennyi amúgy ez. Tehát ez csak egy ilyen kis betekintő. 2024-ben ilyen a GTA 4 online multiplayer működik, eredeti játékkal is, letöltött játékkal is. Írjátok be Google-ba, hogy Grand Theft Auto Connect GTA 4. És akkor ott van ilyen tutorial, hogy ott tudjátok megcsinálni. Nincs sok player, de amúgy esküszöm adom. Nosztalgikus. És amúgy, ha itt lenne roleplay szerver, akkor esküszöm.
nagyot mennek, vagy ki tudja. Odafigyelj, hát az... Na jó, féltek, hát köszi szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel. All around me are